Centar se nalazi u severnom delu Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine Vojvodine, na desnoj obali reke Tise. Centar tokom istorije je postala poznata po čuvenoj Senjkanskoj bici koja se odigrala 11. septembra 1697. godine između Nemačkog, Rimskog i Osmanlijskog carstva. U ovoj bici Eugen Savojski je naneo krajnji poraz nad sultanom II. Mustafom, kojim je ispečatirao dalju sudbinu velikih turskih ratova u srednjoj Evropi. Ali Senta nije samo postala poznata po ovoj bici, već i po svojim poslastičarima koji vekovima zaslanjuju život Senđana, ali i posetioca ovog grada. Naša priča se nastavlja sa senđanskim marcipanom iz ruke čuvene porodice i poslastičara Almaši. Senta je poznata po poslastičarskom zanatu. Pre svega, to je poslastičarnica Almaši, koja ovde, na ovim prostorima, traje 60 godina. Međutim, moramo krenuti unazad, kada je prvi Almaši naučio poslastičarski zanat, a to je bilo 30. godina 20. veka. I to u gradu Kanjiži. U Kanjiži je naime postojala stara poslastičarnica i radionica Jožefa Longe, koji je radio po francuskim receptima, francuskim principima i koji je tada bio čuven u čitavoj Vojvodini. Tu se obrazuju mnogi poslastičari, tako da su tu svoj zanat izučili i Almaši. Oni jedno vreme rade u Kanjiži, a zatim dolaze u Senj. A sada pređimo na njihov glavni specijalitet, po čemu su zapravo oni najpoznatiji. To je karakterističan senđanski marcipan. Zašto senđanski? Pravi marcipan, originalni marcipan, pravi se od badema. Međutim, dobrim majstorima nije bilo teško, kada posle rata, posle Drugog svetskog rata, nije bilo badema, da se prilagode novim uslovima i to zamene orasima, čokoladom, lešnicima, da osnovu baziraju na francuskom kremu i danas oni imaju 9 ukusa koje prave i po čemu su prepoznati ne samo u Vojvodini, već i u čitavoj Srbiji. Tako, s obzirom da generacije Almašijevih žive od svog zanata, pre svega žive od ovog svog marcipana izuzetnog kvaliteta, zaista je potrebno da se i kandiduju za listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Čuven senđanski marcipan nastaje u ovoj radionici, a tu je njen glavni majstor Antal Bicok sa svojim sinom Balašom, koji je savladao ovaj stari zanat. Zovem vaši cukra, sa to noj to tamo keze, koniša, o rungo cipe dolgozot, 1950-ben folytotta a szakmát önállóan. Fiaik voltak a második generáció, én voltam, vagy mi voltunk a harmadik generáció, a fiunk pedig a negyedik generáció, aki most folytatja ezt a szakmát. Szentai csata emlékére lett tulajdonképpen két termékünk, a Szultán Mustafa és a Savoyai Jenő. A két termékünk az egyik magyarós ízi, a másik diós ízi. Az alap receptje cukor, kakaó, vaj és víz. Ezt föltesszük forni, és amikor eléri a hőfokot, a 112 fokot, amit sárba főzünk, amit pedig mi úgy hívjuk papírnak, hogy ugye kemény a massza, azt két fokra erősebbre főzünk. Amikor ez megfőtt, mármálakra öntjük, amit előre levizezünk, hogy ne levegyen az asztalra, és amikor elérte azt a hőfokot,
ami után tudjuk kidolgozni, táblázni, úgy hívjuk táblázás, a masszát, akkor hozzátérünk a munkálatokhoz. Amikor megtörtént a táblázás, várom vele egy 24 órát, mert akkor jó a massza, mert ugye összeérik, és utána kezdjük azt formába önteni. Összeteket úgy kezdjük, hogy a diót összetörjük, akkor a cukrot, azt általában megpörgőjük, és utána ezt a két anyagot összekeverjük, és ilyen korongszerű formában csinálni, szagolunk ki benne. Ugyanez vonatkozik a magyarós deszerzre is, ugyanez a vírusnak is a folyamat. Amikor ez megvan, utána az előző nap megfőzött párizsikrém csokoládéval összegyújjuk, és elnyújtjuk ilyen másfél centi magasságú lapra, és kiszaggatjuk, és rátesszük ezekre a kis korongokra. Amikor ezzel meg vagyunk, beteszik hűtőbe, egy fél óráig hűtjük, addig elkészítjük a csokoládét, amivel majd át fogjuk húzni ezeket a deszerteket. Kézzel zajlik a folyamat, ugye tunkvillával mártogatjuk, utána aztán, amikor megszáll a csokoládé, megköt, kerül csomagolásra. A csomagolást általában a hölgyek végzik, azoknak finomabb kezük van, és nem gyűrődik meg úgy a fólia, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez a két deszert boldó színű fóliában ez becsomagolva, és ugyanúgy kézzel csomagolják, azután pedig jön a vignettázás, ami szintén hagyomány szerint megy. Mi tojásfehérjével szoktuk megkenni, mert más módon is ragasztani, és ezzel elkészült a deszert eladása.